Kirajzolódott, hogy a nyitott védekezés ellen nem igazán vagyunk elég agresszívak, vagy nem találjuk meg a játékunkat, nem tudjuk pontosan lejátszani a játékunkat. Egy utolsó passz, egy, egy jó labda a társunknak, ez hiányzik. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb problémánk. Remélem, hogy föl is ébredtünk a csipke-rózsika álmunkból, mert kicsit azért el voltunk varázsolva, hogy mi verhetetlenek vagyunk. Nincsen verhetetlen csapat. A védekezésünk 22 gólt kaptunk, gyakorlatilag a végén kaptunk szerintem ez a test melletti lövések bolyat, ami, ami elkerülhető volt. Volt egy nagyon jó időszaka, vagyis hát addig, amíg el nem fáradta a Zoli, Krányzoli, Zoli is jól védett voltak hiányosságaink védekezésben is, nyilván amikor egy vereségnél jobban kidomborodik, de gyakorlatilag a problémánk az a támadó volt. Tehát azt azért mindenki látja, hogy itt a nyugati csoport, NB1B nyugati csoportban nincsen egy csapatnak se, sem veszíteni valója. én azt gondolom, hogy úgy látom, hogy nekünk van. Tehát mi vagyunk az egy, egy egyedüli csapat, akinek van veszíteni valója. most én ezt nem akarom levenni, hogy a játékosok válláról a terhet az enyémet is nyomja. Nekünk van egy küldetésünk, nekünk ezt teljesen mindegy most, hogy kikaptunk, nekünk ezt végig kell vinni. Most tök mindegy, hogy a, 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 a Nekához megyünk, vagy éppen a Veszprémhez, vagy mindegy, hogy milyen meccs következünk, nekünk azt meg kell nyerni. Erre fel kell készülnünk, nekünk tovább kell ezekkel lépni. Itt lesznek még keresztbeverések, lesznek még vereségek minden csapatnál, én azt gondolom. Nagyon kevés. A legnagyobb probléma szerintem a, a vereségben az, hogy itthon kaptunk ki. Hát nekünk idegenben fel kell kötni a gatyát, végig kell darálni, csinálni kell a dolgainkat, mindenkinek oda kell tenni magát, aztán meg kell nyerni a meccseket, teljesen mindegy hány góllal, teljesen mindegy, hogy hogyan, nekünk győzelem kell és kezd.